Az Európai Parlament határozatban ítélte el, hogy Törökország tengeri kutatásba kezdett a ciprusi partok közelében. A képviselők szerint a lépés provokatív és jogellenes, ezért a hajók visszarendelését várják Törökországtól. A törökök földgáz, illetve kőolaj lelőhelyek után kutatnak Észak-Ciprus közelében. Ha Törökország az Unió tagja akar lenni, nem folytathatja a mostani autoriter politikát, amellyel a csendőr szerepét játsza a régióban a kisebb államok rovására, mondta egy ciprusi EP képviselő. A ciprusi kormány a sajátjának tekinti a földgázkincset, Ankara szerint viszont osztozniuk kellene az észak-ciprusi törökökkel. Az Európai Parlament szerencsétlen döntést hozott, hiszen az ügy kívül esik a hatáskörén. A határozatnak egyébként sincs jogkövetkezménye, és nem segít senkinek, így nem is foglalkozunk ezzel, mondta Törökország uniós nagykövete. A nikóziai kormány egyelőre nem osztozna a földgázon az észak-ciprusiakkal. A ciprusi kormány az eseményekre válaszul már októberben felfüggesztette a párbeszédet a ciprusi törökökkel. Szerintük csak akkor húzhat hasznot mindkét fél a szénhidrogén kitermelésből, ha megegyezés születik a sziget újraegyesítéséről.